Na Hali Papi Mami, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő videóval. Tudjátok, toljuk ezt a magyar fejlesztésű játékok videós sorozatot, és nézzétek, hogy mire akadtam egy olyan játékra, ami még meg se jelent. Igen, Ubul készít nekünk egy gémet, erről akarok beszélni néhány szóba. Lent a leírásban egyébként vannak linkek, elérhetőségek a fejlesztőhöz. Igen, az Index képen szereplő hölgy készíti egyébként a játékot. Így ráakadtam, és így nézegettem, és így TikTokon van egy csomó videója, hogy hogy fejleszti a játékot. Hogy konkrétan egy kocka csaj teljesen önszorgalomból Unreal Engine-en készít egy játékot. Mondom, ezt meg kell próbálnom. Azt írtam neki, hogy hát figyelj, nem tudom, hogy van-e elérhető verzió a játékodból, de így kipróbálnám, így ránéznék. Amúgy is van egy ilyen magyar fejlesztésű játékok videósorozatom, így zsánerbe vágna meg. Hát miért ne? Úgyhogy nézzetek rá mindenképpen, tök érdekes, meg tök jó szerintem. Meg amit szeretnélek megkérni benneteket, hogy írjatok kommentet, kritikát, hogy mégis mit lehetne fejleszteni, hogy milyen irányba menjen el, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik ebbe a játékba. Meg fogja nézni és válaszolni fog a kommentjeitekre a fejlesztő! Na, de vágjunk bele, előleg ez egy horror játék. Hát Ubul horror játék, Ubulnak nevezik a fejlesztőt, és nagyon vicces egyébként a demo alatti szöveg. Ubul Enterprise, nagyon komoly. Na, nyomjuk a playerek, nagyon kíváncsi vagyok, semmit, egy képkockát nem néztem a játékban. Egyébként van még optionünk is, ezt beállítottam ultrára, a vénszinket kikapcsoltam. A controlt, azt nem néztem meg. Oh, elve lehet interaktálni, flashlight. Okay. Jó, csapjuk neki gyerekek. Okay. Mehetünk, nem? Más nem kell szerintem, majd tök korrekt egyébként, jó a menürendszer, minden frankon működik, aztán nyomjunk egy play-t. Mi volt az a hanghatás? Tényleg abszolút... Most mi történt? Nem tudom, hogy halljátok-e, amit mondok, úgyhogy ez nagyon érdekes, így fura. Ja, ilyen... Na, mi történik? Hú, basszus. Ez lehet, hogy az ultrasok volt. Kicsit furán fut nekem, vagy nem tudom. Mondjuk lehet, hogy ennek ilyennek kell lenni, ez a motion blur, ez egy kicsit erős. Van egy ilyen white noise, ilyen, tudjátok, ilyen fehér zaj effekt, nem tudom mennyire halljátok. Van egy házunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen, olyan fejlesztő, aki önszorgalomból tanulja a játékfejlesztést, és próbálkozik, tényleg úgy, hogy semmilyen ilyen tanulmányt előtte nem végzett. Várjál ide, elvileg... Aha! Igen, vagy kattintam. Ó, üdvözöllek! Ha láttad a demo teszteket, könnyű dolgod lesz, nem variálunk ezen a pályán semmit. Jó szórakozást! Üdv a fejlesztők, Zoli és Ubul. Ubul és Zoli. Szuper! Viszont én nem láttam semmilyen tesztet, hogy mit kell csinálni. Ez mi ez? Fa? Gondolom az erdőben nagyon nem kell járkálni. Mit kell csinálni? Ez egy ilyen... Basszus. Dik az! Ez nagyon... Na, belső tér az jó. Oké. Ez jó. Itt jobban fut. Jó, egyébként ultrára fölnyomtam. Lehet, hogy kicsit erős volt neki. De nem tudom, az a durva fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni. Fárjál? Ha van zseblámpák, mondjuk ez rájöttem volna. Ja, egy kicsit ilyen nagyon... Mi a tököm van ott? Fölvettem valamit. Van valami inventoring tabbal, vagy valamivel? Ível, nem tudom. Ja, hát nyomasztó egy enyhén. Látod? Csak átírtam kettőre a verziót. És menj tovább, ez jó. Kicsit ilyen negyedik fal letörés, tudjátok, vagy leomlasztás, színházba, meg moziba szokták használni, amikor kommunikál veled a fejlesztő. Ez mi? Meg tudom enni ezt a hamszenyor? Megettem, baza. Az igen. És mi az ott bal oldalt, az a csík? Az elvel lehet interaktálni. Ez egy horror játék, arra úgy tök egyelőre rájöttünk. De mivel milyen cuzba vagyok? Remélem nem lesznek ilyen nagyon durva jumpscare-ek.
Figyelj, a zseblámpámnak a izéje fénye. Ó, basszus. Mi az? Mi leszünk? Menj tovább nyugodtan, ezek a notok, nem kell olvasni egyáltalán. Ezek nélkül is teljesíthető a játék. Ez az utolsó üzenetünk, üdv a fejlesztők, lol. És ez mi? Megint felvettünk valamit. Nem láttam, már nézzük azért ezek a notokat. Talán észrevetted, hogy jól át lettél verve az első levélben. Hát ez van, nem kellene megbízni idejenekben. Mivel annyira nem vagyunk szemetek az átverésért, cserébe jobb elemeket adtunk. Próbáld ki. Találd meg a Fortnite lámpákat. Ez jobb elemeket, azok elemek voltak, és akkor lehet, hogy jobban... Miért eszünk folyamatosan? Van az a BRGRS, ez nem tudom micsoda. Egy kicsit meg vagyok. Tényleg lehet, hogy utána kell van néznem. Van ott egy lyuk a falon. De talán jó, kevésbé fogynak az apát. Mi volt ez? Ezt hallottátok ezt a dübörgést? Jó van, most kezdek fosni. De most komolyan nem töltődik az elem, de nem a izébe a... Ó, már le kell menni. Erre nem. De ezt már előre fejhallgatóval vagyok, úgyhogy... Remélem azért nem nagyon lesz... beszaratás. Ó, anya, menj a francba, mi volt ez, basszus! Jézusom, úgy utálom, amikor így a hátadon, így a gerincedet végigfut a... Lámákat? Milyen lámákat? Én meg lámpákat olvastam. Értékeld a Fortnite lámákat. Ja, a lámák, azok a lámák. Nagyon jó, de én utálom, amikor utálom a horror játékok a gyerekek. Nagyon, nagyon be tudok fosni. A saját árnyékomtól befuszarok. Jaj, ne. Ez... Új, de nem akarok megijedni. Komolyan a gyerekek, úgy rühellem ezt. Lámákat, én meg lámpákat értettem, bazza. Nem akarok, bazza, nem akarom, hogy ilyen szörnyek így rá elém ugorjanak, komolyan nem akarom. És én ezt, bazza, én... Fú, de utálom, én nagyon fosok. Miért pont horror játék? Miért nem lehetett egy nagyon aranyos bármi? Jaj, nem, mi az? Miért van sötét ott benn? Gyűlölöm. Ez a játék, ez félelmetes. Ja, és egyébként le lehet tölteni, link a leírásban, nyugodtan töltsétek. Ez mi az? Nem akarok beszarni, nem akarok félni. Mi ez a nagy vérpacni? Nem hiszem el. Milyen hosszú a játék? Ezt tudja, hogy ezzel vannak leszkriptelve, fölveszed ezeket, akkor... Menj a picsába, mi a faszom az? Jó van, akkor most hagyjam abba tényleg. Nem akarom... Mi? Jaj, ne! Nincsen a... nincs elemem! Baromi nyomasztó, gyerekek, baromi nyomasztó. És ott volt egy ilyen hülye... Mit lehet vele csinálni? Mit csináljak? Mondd, hogy ez nyílt a játék, és akkor megnyugodtam. Nincsen elemem! Rohadt sötét van. Végig lehet menni a játékon. Hogyan megyek végig a játékon? Tiszta idő, halál. Iha. Aztán most ilyenkor mit csinálok? Hogy látok? Fú, te! Nincsen elemem. Hogy kell elemet szerezni? Megnézzük meg a controls-t. Ó, itt nincs controls. Szerintem az elemmel lehet, hogy jobban kéne válni. Fossam össze magam, tök jó. Erre nem lehet menni, tényleg? Nem lehet menni. Hát akkor mi az anyám? Menjek be oda ahhoz a csávóhoz. Mit mutat? Jó, elcsesztem, mert szerintem nincs lámpa. Most biztos valami halálsikolja, meg fogok dögleni itt. Újra gyűlölöm.
Eltűnt a csávó? Eltűnt a csávó, ugye? Mondta, hogy eltűnt. Rohadt sötét van. Fossam össze magam, jaj, de jó lesz. Mondjátok, hogy nyitva lesz az ajtó, hogy ki akarok menni innen. Újra utálom. Újra utálom! Nyitva van, bazz. Ja, ultrán van a grafika kicsit, szerintem nekem nagyon sötét. Egyébként így kritikát kéne megfogalmazni. Annyit mondanék, hogy böszme sötét van, és nem tudom, ez a lámpát én használom-e rosszul, de valahogy nem jól működnek a dolgok. Rohadt sötét van. Jó van, dübörögjé, kösz, kösz! Lehet, hogy kellett volna facecam. Mi leszünk folyamatosan? Lehet, hogy az kompenzál valamit? Ja, jó egyébként. Az atmoszféra az nagyon el van találva. Pont múltkor néztem egy tesztet, ez mi? Jó, van elem volt. Pont múltkor néztem egy tesztet. Ilyen... ez jó, ezek a duvák, ezeket bírom. Ez jó meg van csinálva. Kajak ilyet böfögsz minden sajt buri után. Kösz, kösz, ne! Ne! És direkt bazd, hogy böszmesöt... Én abba fogom hagyni ezt a játékot, nem bírom ezt. Hát nem, jaj, de jó, nem volt. Én nem bírom. Úgy utálom, fejhallgatóval, remélem valaki fejhallgatóval... A baszd meg! Szépen akarok beszélni, nem így csúnyán. Mi ez? Nem lehet használni? Passz, így kell kap... Én még hülye meg előttem az összes... elememet. Ó, baszd meg. Hát ennek a csajnak megy, megy ez a horror stílus szerintem, meg az Oli gyereknek. Ott van megint egy ilyen böszme. Komolyan mondom, én nagyon biztos benne, hogy ez a demo, ez egy ilyen két perc... Egy ilyen két perces lesz, hogy nem kell összefosnom magam minden olyan sokáig, hanem így hamar túl leszünk ezen az egészszer, és nem az lesz, hogy én itt parázzak. Utálom horror játékokat. Én az Alien... Jézus Isten! Amikor már komolyan így elkezd porsózni, így libabőrözni a lábam meg a kezem. Én olyan annyira fosok a horror játékoktól. Így az Alien Isolation nem tudtam játszani. Konkrétan nem tudtam játszani. Nem jutottam el addig, hogy Alien-nel találkozzak. Komolyan! Én annyira nem vagyok horror játékos. Ennyi az anyádba. Bocs, hogy ezt mondom, de én nem akarom. Tetszenek a halaim. Nagyon bazz, nagyon. Ott volt elem, jaj, de jó. Ja, Alien Isolation-t így elkezdtem játszani, és addig jutottam, hogy nem találkoztam Alien-ne. Jaj, ez... Mert nem bírtam a gyűrődést, komolyan. És akkor itt ezzel szopatom magam ezzel a játékkal, gyerekek. Van futás? Shift-tel. És tudjátok mi a durva, hogy... A készítő egész végig szavatkozott, hogy ez nincs kész ez a játék, meg tök szar. Meg igazából én úgy csinálom ezt, hogy... Hogy nem értek hozzá, úgyhogy ezt létszik mondd majd a videóban, mert tényleg úgy csinálom, hogy én abszolút nem értek hozzá, én nem tanultam, hanem én csak ilyen amatőr szinten, de legalább beszélek, ez tök jó, mert így akkor nem félek annyira, amúgy tök jó. Tereld el a figyelmedet arról, hogy itt mi történik, Keeper, tereld el. Nem merek ide bemenni, menj a francba. Én nem bírom ezt már, legyen vége ennek a demónak. Ott van egy olyan hülye, miért van ott egy olyan hülye?
De oda kell menni mindenképp, gondolom. Ottan izé matott a kezével. Persze, bazza, ezek meg tudnak ölni. Jó, én vagyok itt, WC-be be tudok szarni. Igen, és akkor ja, mondta, hogy hát figyelj, nem olyan nagy szám, meg ne gondolj semmi jóra. De nem... Egyébként nem tudom elképzelni egy horror játékban, mi a tökömet lehet még puszt rakni. Gyűlölöm, mi van itt? Nem lehet ide bevenni? Valahol van egy nót. Csak most, itt van, jó. TikTokon mi ez? Nagyon jó dumák. Egyébként nagyon jó dumák. Ez az egyik nyugtató dolog van, hogy vannak ilyen kikacsintások, de viszont ez meg egy ilyen... Olyan érzés is van bennem, hogy így folyamatosan trollkodik velem a készítő, nem? Ez tök jó, hogy így belevitte ezt. Ez egy ilyen plusz, hogy mégiscsak olyan, mintha itt figyelne, nem? Olyan érzésem van. És az a rögne, hogy beszarsz. Jaj, nem akarom, bazza, nem akarom. Igen, ez itt is egy nót, ezek jók, ezek a nótok, megnyugszó. Szóval itt egy kulcs. Szóval hogy kell? Ez a kulcs egy ajtót nyit nyilvánvalóan, mivel batán nagy. Lol. Oké, fölvettem. Rám van scriptelve, vagy mindjárt rám ugrik valami tuti. Gyerekek, ez teljesen jó ez a játék. És nem azért, nem vagyok se elfogult. Ott az elem. Figyelj, ott az elem egy ilyen rohadt izé. Székbe. Áááá! Nem hiszem el! A rohadt anyát! Ez ki a francba hív, gondolta? Hogy pont a hátam mögött ott lesz. Hát ez mekkora egy script volt, öcsém, de nagyon ott volt. Ó, hallod én? Na, így csinálja hülyét magadból egy videóba. Kurva félelmetesek ezek a szarok, nem gyerekek? Mi a cél, hogy összeszedjem az összes hambit? Hát azt nem fogom összeszedni, mert ha egyet is elhagytam, én vissza nem megyek sehova. Azt most megmondom. Abba biztosok lehettek, hogy én visszafele nem fogok menni ebbe a játékba. Az persze, az ordítsa, hallod? Fú, de! Mögöttem lesz, mi? Fogadjunk mögöttem, van bassz meg, nincs. Ja, kulcs, hol a kulcs? Nem ezt nyitja? Hol van a kulcs, vagy hogy kell? Várj, itt van a... Ez az ajtó kulcsa nyílik el, lehet, hogy nem azzal, ami nálad van, de hol lehet még ajtó? Jó van, kösz! Menj! Hol lehet még ajtó, bazd meg? Hol lehet még? Na, menjél visszafele, hülye gyerek, mi? Itt van egy ajtó. Hú, de jó! Hú, de nagyon! Ez akkora vicces lesz! Már előre látom. Tudtél, hogy ezzel volt lesz scriptelve, mentél az ajtóig, és visszafele belefutsz biztos egy ilyen rohadt dögbe. Milyen ajtó? Hol van ajtó? Nincs is ajtó! Hol van ajtó? Nem akarom összefosni magam, komolyan mondom. Van staminánk? Tudok futni, Dick. Jó, amúgy is félek, nem futunk. Elem. Ez az elem dolog, ez viszont tök jó ötlet volt megint. Nem merek komolyan mondom, hogy körülnézni, mert nem akarom meglátni ezt a nyomorultat.
Tudni le van scriptelve, visszafele megyek, akkor is fussak bele. Mi az a nagy luk, bazze? Hol van még ajtó? Tudom, hol van, a legelején volt az ajtó, bazze. Marha jó. Menjek le az legelejére, úgy van. Korom sötétbe. Egy kicsit sötét egyébként. De rohadt nyomasztó, úgyhogy no problemo. Rohadt sötét van, tök jó. Elfogy mindjárt az elemlámpám. A legelső szobában volt egy ajtó. Tuti ott lesz. Itt is egy ajtó. Ja, ez nem, ez csak... De egyébként ez olyan, mintha nem lenne normálisan feltextúrázva, hanem csak valamit így rá kapott volna. Komolyan, legszívesebben, tudjátok mit? Régen, amikor kisgyerek voltam, így úgy néztem horrorfilmet, hogy így ízei, vagy ilyen félelmetes jeleneteket, hogy odaraktam a szemem elé a... Nem bazna, itt nincs ajtó. Hol az anyámba van az ajtó? De oda nem megyünk be, az volt ZR, de nem ott már voltam. Azzal nem jövök rá, ahol volt ajtó. Nem... Nem jövök rá. Az a baj, sötét van, nagyon nem látok. És menjünk végig, azt gondolkozunk. Itt van ajtó, de ez... Ez nem. Itt nincs ajtó. Jó, talán már végigjártuk itt, akkor talán nem scriptel. Vagy nincs rá, nem poppol rám valami köcsög. Az a baj. Az a baj, igen, elfogyott a lámpám azt innentől. Lehet, hogy tök elmegyek egy ajtó mellett. Nem, bár mondjuk szerintem kivilágítanák az ajtót, azért annyit segítenének az olyan hülyéken, mint én. Biztos valahol, hol van ajtó? Tuti kivilágítanák, jó, meg az árnyék, menj innen! Egyébként szépen fut, meg minden, tök jó. Most meg nyugi van, most örülök, most nagyképű vagyok ám. Itt. Ezek gondolom, ezek nem. De hol van még ajtó? Ez lehet, hogy izé van. Véget ért a móka mára. Ilyen béna vagyok, nem tudom végigjátszani ezt, akkor azért... Kajak, mi? Tehát kell biztos, hogy van. Hát akkor nem raknák ide a kulcsot. Hol van még ajtó? Mondjuk ilyen helyeken nem, abszolút nem fogok látni. Úgyhogy nem tudom. Kizárt dolog, mert nem tudom, gyerekek. Hol van még ajtó? Most tényleg meg vagyok lőve. Gyerekek, nincs több ajtó. Cseszeted, nincs több ajtó. Tudja, hogy nincs több. Jó, ilyen helyeken meg. Ja, mondjuk izé, hogyha nagyon közel vész a tereptárgyakhoz, akkor látsz. Tehát így a falakhoz. És írjatok kommentet, léci, komolyan, hogy adjunk tippeket a készítőnek, hogy jó irányba megy, mit próbáljon inkább csinálni, mit ne csináljon, mert ezzel tök segítenénk neki, és szerintem örülne neki. Megettünk egy hambit, jó van. A gyerekek, szerintem rottul nincs ajtó. Itt is már végig megyek. Figyelj, nincs, tuti nincs. Itt szerintem valami. Ezeken próbálgatom, e betűvel, semmi. Most tök végig megyek mindenhol, megnézem az összes falat. Itt ugye nincs ajtó. Itt nem volt ajtó, itt se volt ajtó. Jó, hát szerintem lehet, hogy aztán elképzelhet olyan, hogy vége a demónak. Ugye ez egy demo verzió. Bár egy... Üha, erre voltunk? Nem hiszem, hogy voltunk erre, vagy voltunk? Biztos nem. Viszont itt leesnék. Ja, rohadt sötét a játék, gyerekek. Az egy kicsit durván, nem tudom, lehetne azt, hogy a... Nem kellene ennyire közel menni ahhoz, hogy így lássuk a sötétbe, hanem ezt a range-et, hogyha meg lehetne növelni, én ezt megcsinálnám. Úr, bazd meg, beszartam, mit keres itt a kezünk, vagy mi ez?
Miért van itt kezünk? Ja, ezt a range-et, hogy hamarabb meglásd a falakat, meg ilyeneket, azt megnövelném. Én ezt tudnám itt tanácsolni. Más, az tök jó. Lehet azt mondani arra, hogy összeszarod magad, hogy jó. Bár én... annyira nem. Ezek ettől boldog, de szerintem tényleg annyi, hogy ennyi kaját kell összeszedni. Viszont azt nem értem, hogy a story, mert a storyról is beszélt a készítő, hogy a story szerinte jó. Mármint arra gondol, hogy ez az alapkoncepció, hogy így végigvezet minket a dolog, és kommunikál velünk a készítő. Ez jó, hogyha erre gondolsz storyként, de egyébként lehet, hogy olyan béna vagyok. Viszont akkor, hogyha olyan béna vagyok, hogy ezt... AAAAAAH! A kurva életbe! A rohadt életbe, még mindig bizsereg a hátam. A rohadt életbe. Meghaltunk, bazd, meghaltunk, öcsém. Jó, gyerekek, meghaltunk, de én nekem ez most sok, mert még mindig bizsereg a hátam. Fú. Írjatok szerintetek, meg próbáljátok ki. Figyeljetek, jaj, saját magamtól összeszarom magam. Próbáljátok ki, lerakom a linket a letöltéshez, meg minden elérhetőséget. Próbáljátok ki ezt a játékot, és nézzétek meg, hogy ti végig tudjátok-e vinni. Léci, oké? Vagy hogy meddig jutottatok, kíváncsi vagyok, akkor csinálok én is belőle még egy plusz részt. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!